Meghallgattatotta már hagyományosnak mondható siófoki kérés az MLS-nél, ami a soron következő bajnoki szezon sorsolását illeti. A Balaton partiak ugyanis rendre azzal a kérelemmel fordulnak a szövetséghez, hogy első bajnoki mérkőzésüket hazai pályán erős, neves ellenféle szemben vívhassák. Jelen esetben a bajnoki címvédő videótonnal. Ezt figyelembe véve készítette el a Magyar Labdarúgó Szövetség kedden délelőtt a 2011-2012-es élvonalbeli bajnokság sorsolását. A bajnoki szezon július 15-én a Debrecen vasas összecsapással indul majd, míg az utolsó köridőpontja május 12-e lesz. A hetedik utáni fordulók időbeosztását augusztus 26-án készítik majd el. A Vidi tehát Siófokon lép először bajnoki keretek között a pályára a soron következő pontvadászatban július 17-én. A Balaton fővárosában így bízhatnak abban, hogy a strand szezon kellős közepén a bajnok fehérváriak vendégjátéka sok külföldi turistát is kicsalogat majd a Révész Géza utcai stadionba. Hazai közönség előtt aztán a második fordulóban a tavaly ezüstérmes Paks ellen mutatkozhat be Pauló Szóza együttese, majd egy héttel később július 24-én Kaposvára látogat a Vidi, ami után az újonc diósgyőr látogat a Sóstói stadionba. Az ötödik fordulóban sem vár könnyű feladat a fehérváriakra, amikor is Debrecenbe látogat a csapat. A hatodik körben a másik újonca a Pécs érkezik a bajnokok városába. A Ferencváros ellen először idegenben október 1-én a 11. játéknapon lép majd pályára a kék piros egy. A videóton csapata tehát az első néhány fordulóban nagy riválisokkal, valamint a két újonccal is egyaránt megmérkőzik.